Nógrád településen állunk most. A közösségtér település program ide tervezett az elmúlt egy évben közösségi teret, gyakorlatilag minden korosztálynak, de elsősorban a fiataloknak. Pannonhalmán volt egy egyhetes alapozó képzésünk, és utána az ősszel és a télnek az első felében leginkább otthon dolgoztunk, meg az online térben. És aztán január-február tájában indult be igazán a közösségi tervezésnek a folyamata, az aktív folyamata. Akkor már sűrűbb belátogattuk a települést, kezdetben helyi idegenvezetőinkkel térképeztük fel a települést, majd azután azokkal az információkkal létrehoztunk egy térképet, amit a civil szervezetek vezetőinek is bemutattunk. Először interjúkat készítettünk a helyiekkel, több hosszabb interjút is készítettünk azokkal, akik szívesen adtak nekünk hosszú interjút is, és a kérdőívekből, amit online térben is feltettünk ezeket a kérdéseket, a kérdőívekből azt próbáltuk meg összegyűjteni, hogy a különböző korosztályok milyen találkozási pontjaik vannak, illetve azokat a funkciókat és helyeket próbáltuk megkeresni, ahol úgy érzik a helyiek, hogy még lehetne további fejlesztés. És az interjúkból az derült ki, majd később az egyik közösségi tervezéses alkalmon a helyi civil szervezetek vezetőivel és a polgármesterrel is az jött ki, hogy a közösségi ifjúsági tér az, ami leginkább hiányzik a településből. A helyet próbáltuk meg megkeresni hozzá, és végül ez a hely az iskola melletti helikopter leszálló pálya lett, amit a fiatalok már egyébként is használtak különböző sporttevékenységekre, meg játékra, viszont nem kapcsolódott be szervesen a település központjában lévő háromszögbe, ahol igazából a fiatalok legtöbb időt töltenek együtt. A tervezési folyamat izgalmas volt, hiszen egy olyan aktív vízállásra serkentő teret szerettünk volna létrehozni, ami kiegészíti a szomszédban lévő focipályát. Ugyanakkor pihenési tereket is szerettünk volna létrehozni, és így a nagy betonplac kapta meg az aktív zóna szerepet, és korábban a Hentsergő területén, ami most egy formatervezett raklabútor, és az a helyben tartó funkció, ott építési törmelék állt, úgyhogy nem volt lekerítve ettől a tértől. És azt szerettük volna, hogy ez a tér megnyíljon, és onnan az építési törmelék, ami veszélyes is egyfelől, másfelől nem egy szép látvány, szerettük volna, hogyha ez kitisztul, és ott határoztuk meg az elhatárolást, illetve a pihenőzónának a helyét. Nagyon jó volt a helyi közösséggel együtt dolgozni, mert álmunkban sem reméltük, hogy ennyien jönnek majd segíteni. Fantasztikus volt velük együtt dolgozni, mert napról napra kaptuk azt a pozitív megerősítést, hogy egyébként jó az, amit csinálunk, és hogy ennek nagyon sok értelme van. Nagyon jó volt a közösségtér település programban részt venni, mert én úgy érzem, hogy szakmailag nagyon sokat tudtam fejlődni, meg emberileg is. Nekem építész hallgatóként még nagyon kevés lehetőségem volt kipróbálni magamat a gyakorlati munkában, és amellett, hogy ki tudtam magamat próbálni, mind a tervezésben, mind az építésben, teljes értékű tervezőként vettem részt, a közösségi tervezésnek a folyamataiba is beleláttam, és nagyon jó volt együtt dolgozni olyan emberekkel, akik teljesen más szempontokat tudnak hozzáadni egy adott témakörhöz. Nekem például a kommunikációt kellett gyakorolnom, ez volt az egyik feladatom ebben a fél évben, hogy a tervezőasztal mögül, a szobából, hogyan tudok kilépni és kapcsolatot teremteni közösségekkel, és hogy ennek a módja nagyon nem mindegy, hogy ezt hogy tesszük meg, és nagyon sokat tudtunk egymástól tanulni.